változott a határidő. Ebben az évben április 15-ig egy összegben kell befizetni a gépjárműadót. Egyre több a motoros, a tavasz a szezon kezdete, ilyenkor az autósoknak is érdemes körültekintőbben vezetniük. Ellenőrzött csapvíz, 91 Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei település ivóvíz minőségét ellenőrzi a nyírségvíz. Közeleg a gépjárműadó befizetésének határideje. Idén, április 15-ig egy összegben kell rendezni a kötelezettséget. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Részletfizetési kedvezményt kizárólag magánszemélyek és egyéni vállalkozók kérhetnek június 30-áig. A gépjárműadót legegyszerűbben elektronikus úton, a NAV mobil alkalmazáson keresztül fizethetik be az ügyfelek. Több jelentős változásra kell figyelni idén a gépjárműadó szabályainál. Az egyik, hogy azt a korábbi gyakorlattal ellentétben két részlet helyett egy összegben kell befizetni. A szabályok egyszerűsítésére azért volt szükség, mert az ügyfelek jó részének gondot okozott a kétszeri befizetés. Vagy megfeledkeztek a második részletről, vagy duplán fizették be azt. Ezen kívül a határidő is változott. Módosult a befizetés határideje is, idén április 15-ig kell befizetni a gépjárműadót. Az erről szóló határozatokat március elején juttatja el a NAV az érintettekhez. Azok, akik rendelkeznek elektronikus elérhetőséggel, ők elektronikus úton kapják meg a dokumentumokat, akik nem rendelkeznek, őket postai úton tájékoztatja a NAV. A határozatok nem csak a módosult határidőről tájékoztatják az ügyfeleket, hanem a befizetendő gépjárműadó összegéről is. A kötelezettséget többféle módon is befizethetik az ügyfelek az adóhatóság számlájára. A gépjárműadót legegyszerűbben elektronikus úton, a NAV mobil alkalmazáson keresztül lehet befizetni. Ez gyakorlatilag néhány kattintást jelent. Ezen túlmenően banki átutalással is lehet teljesíteni. Itt szeretném felhívni a figyelmét azoknak, akik ezt a módozatot választják, hogy a banki átutalásnál a közlemény rovatban mindenféleképpen tüntessék fel a gépjármű üzemben tartójának adóazonosító jelét vagy adószámát. Természetesen arra is van lehetőség, hogy a NAV ügyfélszolgálatán személyesen fizessék be a gépjárműadót, itt bankkártyás fizetésre van lehetőség, illetve postai, sárga postai csekken is van mód arra, hogy befizessék a gépjárműadót. Ebben az esetben a csekken fel kell tüntetni az adóazonosító jelet vagy az adószámot. Fontos, hogy a csekre a határozatban szereplő összeget az ügyfél vezeti fel. Ha valakinek gondot okoz az egyszeri, egyösszegű befizetés, az június 30-áig 5 havi pótlékmentes részletfizetést igényelhet. Ez a kedvezmény kizárólag a magánszemélyekre és az egyéni vállalkozókra vonatkozik, amit legegyszerűbben a NAV mobil alkalmazásán keresztül lehet igényelni. Aki ragaszkodik a papírformához, az személyesen a NAV ügyfélszolgálatain egy erre a célra szolgáló nyomtatvány kitöltésével tud részletfizetést kérni. Több hónapos kihagyás után tavasszal újra megtelnek az utak motorosokkal Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is. A balesetek elkerülése érdekében fontos, hogy a motor kifogástalan műszaki állapotban legyen, sofőrje pedig viseljen bukósisakot és protektorral ellátott védőruházatot. Ezeket az oktatás során is megtanítják a kezdőknek, akik között egyre több a nő és az 50 év fölötti. Fontos, hogy a motoros szezon indulásakor a sofőrök a több hónapos kihagyást követően készítsék fel járműveiket és önmagukat is az újbóli közlekedésre. Elengedhetetlen például a bukósisak és a protektorral ellátott védőruházat használata. Kizárólag kifogástalan műszaki állapotú motorkerékpárral szabad közlekedni, ebben pedig fontos szerepe van annak is, hogy ősszel hogyan tette el a járművet a gazdája. Aki egy igazán jó motoros vagy szereti a motorját, akkor ősszel már úgy teszi le a motort, hogy tavasszal az gyakorlatilag ugyanabban az állapotban, mint ahogy letette, rozsdamentesen, sérülésmentesen, tehát gondolok itt akár arra, hogy a fagynak kitéve, illetve üzemanyag, ha megfelelően tankolta, megfelelő üzemanyagot tankolt vele, akkor az kibírta a pár hónap állást. A láncoknak a kezelése, és sorolhatnánk a gumik állapota, hogy tehermentesítettük a rugózatot. Tehát van itt ennek több-több olyan pontja, amelyet egy jó motoros már tud, aki meg nem keresen egy szervizt vagy egy szakembert.
Vezetéstechnikai szempontból nem szabad megfeledkezni arról, hogy ilyenkor több hónapos kihagyás állhat egy motoros mögött, ezért a szokásosnál körültekintőbben kell megtenni az első tavaszi utat. Sőt, még az autósoknak is szokniuk kell ilyenkor, hogy adott esetben egy vagy akár több motor is feltűnhet a visszapillantó tükörben. Az én tapasztalatom az, hogy most már egyre kevesebb, egyre kisebb az az ellentét, ami volt, tehát egy picit tompítani látszik. Én bízom benne, hogy ez a jövőben még jobb lesz. Az az oka talán, hogy mi motorosok a sebességet, illetve magában a gyorsulást az autókhoz képest jobban tudjuk produkálni. Tehát addig, amíg egy motorkerékpár gyakorlatilag 4-5 másodperc alatt 100-on van, vegyük le akkor a lakóterület 50 km sebességét, tehát egy motoros a semmiből 2-3 másodperc alatt ott van. Ha az autós erre nincs felkészülve, megtörténhet a baj. Az elkerülés érdekében fontos a megfelelő gyakorlat és képzés. Néhány évvel ezelőtt szinte minden fiatal motorozni szeretett volna, ez a lelkesedés azonban egy kicsit alább hagyott. Inkább vár egy picit, vagy nagyobb kategóriára vált, tehát egy 125 köbcentisre, vagy akár még vár egy picit, mint most is ebben az évben találkoztam már egy olyan új tanuló kartonnal, akinél ugye felvettem a kapcsolatot, és jeleztem, hogy mikor és hogy kezdhetünk. Jeleztem, meggondolta magát, inkább picit vár még, és személygépkocsira fogja a jogosítványt megszerezni. Változott a korosztály és a nemek aránya is. Egyre több nő kezdi el a képzést, és az is egyre gyakoribb, hogy az idősebb korosztály, az 50 év fölöttiek kezdik el megvalósítani régen dédelgetett álmukat, és motorra ülnek. Autóval, majd futva menekült a Nemzeti Adó és Vámhivatal pénzügyőrei elől egy fiatal férfi, akit 1000 doboz magyar zárjegy nélküli cigarettával csíptek el. Az Eperjeskei pályaudvar közelében ellenőrizték a tehervonatokat az egyenruhások, amikor egy fehér színű, magyar rendszámú autóra figyeltek fel. A sofőr, amikor a pénzügyőröket észrevette, hirtelen irányt váltott és elhajtott. A keresett autó kis idő múlva ismét feltűnt Eperjeskén, ekkor a járőrök ismét megpróbálták az útját állni, de az a megkülönböztető fényjelzést figyelmen kívül hagyva nagy sebességgel visszafordult. Nem sokkal később a közeli erdős területen megtalálták az autót és a bokorban bujkáló 27 éves magyar férfit, aki éppen az autójában csempészett 1000 doboz cigarettától próbált megszabadulni a fák között. A pénzügyőrök a 2,3 millió forint értékű illegális dohányterméket lefoglalták, jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekményének elkövetése miatt indítottak eljárást. A közegészségügyi szakemberek szerint nincs ok aggodalomra, ha valaki csapvizet iszik. Hazánkban ugyanis a közműves ivóvízellátás 94%-a felszín alatti vízbázisból származik. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében 91 településen a nyírségvíz ellenőrzi az ivóvíz minőségét. Egy nemzetközi tanulmány szerint csapvízzel 20-annyi mikroműanyagot juttatunk a szervezetünkbe, mintha palackozott italokat fogyasztanánk. A Tiszántúl egyik legjobban felszerelt, legkorszerűbb laboratóriumában vizsgálják a csapvizet Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 91 településéről. A nyírségvíz 2702 km ivóvíz hálózathoz mentén közel 350 ezer lakos ivóvízellátásáról gondoskodik. A szolgáltatási területükön mindenhol mélyfúrású kutakból nyerik az ivóvizet, majd 35 tisztító telepen ezeket megtisztítják, és ezt követően jutatják el a fogyasztóhoz. Azonban van, ahol csak az elosztóhálózat tartozik az említett szolgáltatóhoz. Ez pedig jelentős különbségeket okozhat az ivóvizek között. A különbség ugye abból adódhat, hogy az adott települést ellátó vízműnek a kútjai milyen mélységűek, illetve ott milyen jellegű az ivóvíz. Ebben azért lehet jelentős eltérés egy megyén belül is. Ugye vannak olyan érdekes településeink, mármint vízminőségi szempontból érdekes településeink, ahol például víztisztításra sincs szükség, hanem magából a kútból közvetlenül ivóvízminőségű vizet tudunk nyerni, és vannak olyan kútjaink, ahol pedig nagyon magas mondjuk a vas vagy a mangán, ez komolyabb tisztítást igényel, esetleg az arzin, ugye, ami még egy ilyen tipikus paraméter, ami sok helyen előfordul. Úgyhogy nagyon széles a skála, hogy mekkora, és ebből kifolyólag, illetve a másik fontos paraméter a keménység, ugye megint óriási eltérés lehet. Az a vízmű példa, vagy az a település, ahol nem kell tisztítani a vizet, az egy extrém lágy víz.
Ugye van olyan településünk, ami pedig mondjuk közepes keménység, és a két víznek az íze összesen hasonlítható. Ilyen extrém lágyvíz van például Penészleken. Itt a kutak jóval 200 méter alattiak, míg az átlagos kútmélység 100 méter körül mozog. A rendszerek, amelyeken keresztül halad a víz, míg a poharunkba ér, nem tartalmaz műanyag elemeket, így kevesebb mikroműanyag kerülhet a szervezetünkbe. Maga a mikroműanyag azt jelenti, hogy 5 mm-nél kisebb műanyag részecske, ez aztán nagyon-nagyon széles tartomány, ugye? Ami nagyon fontos, hogy ugye itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, legalábbis a mi szolgáltatási területünkön, ugye, ahogy mondtam, kizárólag mélyfúrású kutakból nyerjük a vizet. Ez azt jelenti, hogy vízbázis oldalról magában az ivóvízben nem kerülhet gyakorlatilag mikroműanyag, ugye, mivel maga a mikroműanyag az élő vizekbe is jellemzően az emberi tevékenység során kerül, tehát vagy azzal, hogy például a különféle műanyag tartalmú ruháinkat mossuk, vagy azzal, hogy műanyag hulladék kerül az élővízbe, és az elkezd aprózódni, vagy a kozmetikumokkal, vagy egyéb módon kijuttatjuk gyakorlatilag a természetbe ezeket a műanyagokat, amik elkezdenek aprózódni, és gyakorlatilag egy természetes kémiai, fizikai folyamat során létrejön az úgynevezett mikroműanyag. Egy nemzetközi tanulmány szerint évente 90 ezer darab mikroműanyag részecskét visz be a szervezetébe az, aki csak palackozott italokat fogyaszt, míg aki csak is és kizárólag csapvizet iszik, az csupán 4 ezer műanyag darabkát. Március 15-én, a nemzeti ünnep napján és a hosszú hétvégén jóval nagyobb utasforgalom várható, ezért a MÁV és a Volánbusz arra kéri utasait, hogy időben tervezzék meg utazásukat. Indulás előtt tájékozódjanak az ünnepnapi és hétvégi közlekedési rendről. Érdemes minél előbb elővételben megváltani a menetjegyeket, vagy használni az automatákat, az online jegyvásárlást. A vonat közlekedésben a következő változások lesznek. Március 14-én a pénteki, március 15-én a szombati, március 16-án az ünnepnapi, március 17-én a vasárnapi, március 18-ától pedig a már megszokott munkanapi menetrend szerint járnak a vonatok. A szlovén Primorská Egyetem hallgatóinak munkáiból nyílt tárlat a Nyíregyházi Egyetemen. A két intézmény cserekiállítást szervezett. Nyíregyházán március 22-ig láthatók a koperi diákok alkotásai, a nyíregyházi hallgatók munkáit pedig áprilisban mutatják be a szlovén egyetemen. Portrék, installációk, tájképek, a szlovén Primorská Egyetem hallgatóinak munkái a Nyíregyházi Egyetemen. A Koperi Intézmény a Vizuális Kultúra Intézettel közösen szervezett cserekiállítást. Egy régi barátság, az én barátságom Jirzsi Kocsica szobrászművésszel a kiinduló pontja ennek a kiállításnak. Mi már többször állítottunk ki együtt közösen Budapesten és Ljubljanában, sőt a Nyíregyházi Egyetem munkáit is már bemutattuk Ljubljanába az ottani művészeti szakközépiskolában, és ez a mostani cserekiállításnak az első fordulója, amikor a Primorskai Egyetemnek a hallgatói mutatkoznak be itt Nyíregyházán a mi galériánkba, a központi könyvtárunkba. A következő fordulója ennek a cserekiállításnak Primorska Egyetemen lesz, Koperban április 22-i megnyitóval. A Koperi Egyetem vizuális művészet és dizájn karán az elmúlt években nagy hangsúlyt fektettek az oktatásban, a kortárs képzőművészetek mellett az új média tartalmaira, a digitális kultúra elemeire. In that exhibition now there are, I think 18 students. 18 diák, több mint 20 alkotása látható ezen a kiállításon. A munkákkal szerettük volna megmutatni azt az új interdisziplináris programot, amelyet már 3 éve folytatunk egyetemünkön, és amelynek alapja az új média és a kortárs művészet. A megnyitó díszvendége volt Szlovénia magyarországi nagykövete, a két ország kapcsolatának erősítésén dolgozó diplomata első alkalommal járt Nyíregyházán. Well, today we discussed the cooperation with different universities in Slovenia and the university in Nyíregyháza. Ma több szlovén felsőoktatási intézmény és a Nyíregyházi Egyetem közötti együttműködési lehetőségekről is beszéltünk. Jelenleg az itteni Vizuális Kultúra Intézet és a Koperi Egyetem kapcsolata szorosabb, de szintén van együttműködés a Ljubljanai és a Maribori egyetemekkel, főként az alkalmazott tudományok és az IT területén. Ezek a területek azonban elsősorban a cégek szempontjából hasznosak.
A Primorska Egyetem hallgatóinak kiállítása március 22-éig tekinthető meg a Nyíregyházi Egyetem központi könyvtárának kiállító termében. A Nyírvévi Nonprofit Kft. Tájékoztatja a lakosságot, hogy március 15-én pénteken valamennyi ügyfélszolgálat zárva lesz, és a társaság által üzemeltetett piacok is zárva tartanak. Pénteken nem nyit ki az állategészségügyi telep sem. Március 15-én Nyíregyháza közterületein, a fizetőparkolókban a parkolás ingyenes lesz. Három pontos győzelmet aratott Budapesten a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák az NB1B piros csoportjának 23. fordulójában a Vasas Akadémia otthonában nyertek 74-71-re. A tabella 7. helyén álló nyíregyháziak vasárnap 17 órai kezdettel a 6. Ceglédet fogadják a Continental Arénában. A 3. helyen álló Vasas kezdte jobban a mérkőzést, a cápák 10 pontos hátrányból kapaszkodtak vissza az első negyed végére 3 pontra. Aztán megváltozott a játék képe, a nagy szünetre már 2 pontos nyíregyházi vezetésnél vonultak le a játékosok. Fordulás után tovább nőtt a különbség, a 3. negyedben a vendégek építettek fel 10 pontos előnyt. Ez a különbség a meccs vége előtt 5 perccel is megvolt a két csapat között, aztán zárkózni kezdtek a fővárosiak, de a végjátékot követően Merin Mekmedovic csapata örülhetett 3 pontos győzelmének. Vasas nagyon kellemetlen volt. Ez egy nagyon agresszív fiatal csapat, aki látszik, hogy sokat dolgozik, és nagyon nagy tempóval játszolok. Mi ezt tudtunk, erre felkészültünk. Elején kicsit beragadtunk, mert nem találtunk a ritmusát és dobását, de nagyon gyorsan, egyenesen jártunk, és nagyon jól játszottunk utolsó másodpercig. Győzelem ez egy dolog, de úgy, hogy a január óta szerepeljünk ebbe a bajnokságban, mint egy karakteres csapat. Végső Bálint 35 percet játszva 11 ponttal járult hozzá a nyíregyházi csapat győzelméhez. Tudtuk, hogy a Vasas egy nagyon kemény csapat, nagyon fizikális ellenfél. Tudtuk, hogy mit játszanak, készültünk is rájuk, és teljes odaadással készültünk, próbálkoztunk, nem adtuk fel, az volt a lényeg, hogy harcoljunk, és hogyha tudunk, gyerünk. És ez sikerrel is járt, és győzni tudtunk egy nagyon kemény csapat ellen idegenben. A forduló további eredményei a következők: Salgótarján Fót 98-67, Ceglét TF Budapest 88-89, Óbudai Kaszások Meavc 82-80, Újbuda Mavsz Jászberény 84-72, Pécsi VSK BKG Prima Akadémia 92-73 és Budafok Deac 23-76-91. A tabella élén a Pécs áll 21 győzelemmel és 2 vereséggel, megelőzve a 19-3-as mutatóval rendelkező Újbuda Mavcot. A 7. Nyíregyháza a következő fordulóban a 6. Ceglédet fogadja. Ceglédnek van a néhány nagyon rutinos játékos, fontos poszt. Szóval Csavás 7-es poszton, nagyon rutinos. Csaba Gyuri 4-es poszton, aki nagyon rutinos. Van Velké Jani, aki egy nagyon jó dobó. És ők a húzó emberek. Első két meccs így jött pont, amikor váltás lett nálunk, és elkezdtünk valami dolgozni, nem voltunk készen. Második meccs kupán, az valahogy ilyen hangulatban volt, hogy nagyon nehéz volt, mert nekik pont akkor a legjobb formája volt. De most harmadik meccs szerintem van esélyünk, mert kaptunk ezt a magabiztosság. Tök mindegy, most ki az ellenfél. A Hübner Nyíregyháza Blue Sharks Cegléd mérkőzés vasárnap 17 órakor kezdődik a Continental Arénában. Kedves nézőink, ennyi fért a mai híradóba, most pedig jöjjenek, így a híradó végén főbb híreink, még egyszer, röviden. A határidő és az ütemezés is változik idén a gépjárműadó esetében. A kötelezettséget legkésőbb április 15-ig egy összegben fizethetik be az ügyfelek. Azok a magánszemélyek és egyéni vállalkozók, akiknek gondot okoz az egyszeri fizetés, 5 havi részletben is törleszthetik az összeget. A fizetési kedvezményt június 30-áig illetékmentesen kérhetik az érintettek.
A motorosok 85%-a idén jellegűen használja a gépét, legyen az robogó vagy speed motor. A tavasz a szezon kezdete, ilyenkor az autósoknak is érdemes körültekintőbben vezetniük. A legtöbb baleset oka a sebesség túllépés, valamint az előzési és a kanyarodási szabályok megszegése. Magyarországon a közműves ivóvízellátás 94%-a felszín alatti vízbázisból származik. A közegészségügyi szakemberek szerint ezért nincs ok aggodalomra, ha valaki csapvizet iszik. Egy nemzetközi tanulmány szerint ráadásul ők évente csak 4000 mikroműanyagot juttatnak a szervezetükbe, míg aki palackozott italokat fogyaszt, közel 90000 darabkát. Önök március 13-án szerdán a Kölcsei Televízió híradóját látták, csütörtökön is jelentkezünk majd a megye friss híreivel, addig is látogassanak el weboldalunkra. Én kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, szép estét kívánok, viszontlátásra! Csütörtökön közepesen a Dunától keletre inkább erősen felhős lesz az ég, sőt lesznek olyan tájak, ahol akár egész nap borús maradhat az idő. Keleten néhány zápor előfordulhat, másutt nem valószínű csapadék. Átmenetileg megélénkül az északnyugati szél. A hőmérséklet csúcsértéke 8 és 11 fok között alakul.